Ez a leszakadt lökhárító buktatta le azt a 28 éves bajai férfit, aki részegen egy szalagkorlátnak csapódott. Az ütközés után elhagyta a helyszínt, de arra nem gondolt, hogy a lökhárítón lévő rendszámtábla alapján a rendőrök ráakadhatnak a nyomára. Komlósi Néki Sanett, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője úgy nyilatkozott, a bajai rendőröknek rövid időn belül sikerült elfogniuk a férfit. Kedden délután vettek őrizetbe kollégáim egy 28 éves bajai férfit, aki azt megelőzően nem sokkal az 56-os számú főúton okozott anyagi káros balesetet. Ekkor a férfi elhagyta a helyszínt, azonban a szalagkorlátnál hagyta az autójának a lökhárítóját rajta a rendszámával. Kollégáimnak ezért nem volt nehéz dolguk, és a bajai rendőrök segítségével fél órán belül elfogták a 28 éves bajai férfit Baján. Majd hozzátette, az ellenőrzés során kiderült, hogy a férfi alkoholt fogyasztva ült a volán mögé. A dolgokat csak tetézte, hogy a sofőr már 2021 óta el van tiltva a vezetéstől, és nem ez volt az első olyan eset, ami miatt rendőri intézkedés folyt ellene. A férfit ezúttal azonban kihallgatását követően kollégáim nem engedték szabadon, rendőrségi fogdába szállították, és több bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt indítottak és folytatnak vele szemben eljárást. Visszaesőként komoly büntetésre számíthat.